Mit szabad egy zsugorodó demokráciában? Erre a kérdésre kereste a Társaság Szabadságokért konferenciája a választ. Dénes Balázs szerint Magyarország egy záródó társadalom, beteg, de még nem halt meg. Az előadók górcső alá vették a törvénytisztelet határait, a tiltakozás formáit. Kis János filozófus, a Közép-Európai Egyetem oktatója kiemelte, hogy a polgári engedetlenség gyakorlata törvénysértő, de lelkiismereti kérdés és komoly erkölcsi indok áll mögötte. Buzognak föl az engedetlenség hangjai. Aki nem struccként a fejét a homokba dugva töltötte az elmúlt pár évet, annak minden bizonnyal nyilvánvaló, hogy nagy baj van a magyar demokráciával. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a konferenciát Dénes Balázs. Magyarország ma egy záródó társadalom, ahol a hatalmat gyakorlók a jogállami intézményeket erősen támadják és bontják le a demokrácia pillérét, ahol a zsarnokság már felvetette a fejét, de még nem öltött testet a teljes valójában. Kis János filozófus, az SZDSZ egykori alapítója és első elnöke szerint a polgári engedetlenség törvénysértő, de súlyos erkölcsi indok áll mögötte. A Közép-Európai Egyetem oktatója példaként felidézte az LMP 2011. decemberi tiltakozását. Az ő üzenetük úgy szól, hogy az, ami itt történik, annyira súlyos, hogy még a jog demonstratív megsértése sem, nem is titkos, demonstratív megsértése sem aránytalan ahhoz a rosszhoz képest, ami ellen demonstrálunk. A hagyományos tüntetéseket könnyű figyelmen kívül hagyni, ezért inkább a figyelemfelkeltő tiltakozásokra helyeződik a hangsúly. A nem hagyományos tüntetés egyik példája volt a Fidesz székház elfoglalása. Egy kerítésen átlépni, miközben a jogállam alapjait bontják le, enyhe reakció, mondta egy székház foglaló. Úgy véli, elvitethették volna őket a rendőrökkel, de inkább biztonsági őrökkel oldották meg a problémát. A Fidesznek volt ezáltal egy olyan kinyilatkoztatása, hogy oké, és nem tartjátok be a szabályokat, mi se. Tehát, hogy nem fogunk itt rendőrséggel elvitetősdít játszani, nem fogjuk megengedni nektek, hogy mártír csináljátok magatokból, hanem beküldjük ezeket az embereket, és teljesen minden szabályt megkerülve félemlítünk meg titeket. A Társaság a szabadságjogokért egyebek mellett a Fidesz székház foglalás ügyében nyújtott jogsegélyt. Pelle Andrea, a TASZ ügyvivője úgy látja, az igazságszolgáltatás hajánál fogva előráncigált ürügyeket is felhasznál, hogy felelősségre vonja és elrettentse a polgári engedetlenséget tanúsító személyeket.